Jó napot kívánok, Varga Szintia vagyok, Önök a Közéleti magazinunkat látják. Mutatom, mit láthatnak mai adásunkban. Hova tovább? Középfokú beiskolázás, szakmaválasztás. Testvértelepülési kapcsolatépítés Kétyen. Mézet és mézes süteményeket kóstoltak a vendégek. Figyelmeztet a katasztrófa védelem. Elengedhetetlenek a kötelező ellenőrzések a fűtés beüzemelése előtt. Torka SC Szekszárd. Új névadó főtámogató a szekszárdi kosárlabda csapat mögött. A tanév őszi időszaka a 8. általános iskolások életében nem csak a tanulásról szól, hiszen el kell dönteniük, hogy hol, milyen intézményben szeretnének tovább tanulni, érettségit vagy szakmát, esetleg mindkettőt megszerezni. A választást megkönnyíti, ha személyesen is felkeresik a kiszemelt intézményeket, erre pedig a nyílt napok és a szakma bemutatók vármegye szerte lehetőséget biztosítanak. Így lesz ez a Tolna vármegyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképzőiskola és kollégiumban is, amely jövő tanévben 5 ágazatban indít képzéseket szakképzőiskolai, illetve technikumi formában. A Tolna vármegyei SC Vályi Péter szakképzőiskolai és kollégium most már hagyományosnak mondhatóan 5 ágazatban indít különböző képzéseket, szakképzőiskolai, illetve technikumi formában. Technikum tekintetében informatika és távközlés ágazatban, illetve turizmus vendéglátás ágazatban vannak osztályaink. A szakképzőiskola vonatkozásában pedig építőipar ágazatban tanulnak nálunk kömövesek, festők, mázolók, tapétázók, gépészetágazatban hegesztők, épület és szerkezetlakatos tanulók, illetve kereskedelem ágazatban kereskedelmi értékesítők, és végül, de nem utolsó sorban, turizmus vendéglátás ágazatban pincér vendégtéri szakemberek és szakácsok. Nagyon nagy mértékben segíti az oktatást, most már 3 éve a szakképzési rendszerváltás óta a projektoktatás, és most is ebben a tanévben is az a célunk, hogy egyre inkább a közismereti oktatást beintegráljuk a szakmai oktatásba, hogy aztán 10. évfolyamba lépve szakképzőiskolai diákjaink a duális képzőhelyeken megállhassák a helyüket, és minél gyorsabban tulajdonképpen termelő tevékenységet tudjanak végezni a különböző duális képzőhelyeken. Egyébként a Vájinak jelenleg 28 partnere van, tehát a duális képzésben 28 kisebb vállalkozás, helyi, illetve tamási környéki vállalkozás vesz részt. A legnagyobb fejlesztés az elmúlt tanévben, ami átnyúlott tulajdonképpen a tanév kezdetéig, az a nyílászárók teljes megújítása volt az A épületrész vonatkozásában, illetve most is van egy nagyobb fejlesztés, ami a kollégiumot érinti. A kollégiumunk közösségi terei fognak megújulni, tehát egy teakonyha kialakítása van folyamatban, illetve az emeleti és a földszinti társalgót tesszük még inkább komfortossá diákjaink számára. A Vájiban az informatika oktatásnak nagyon régre visszamenő hagyományai vannak, és természetesen egy olyan területről beszélünk, ami folyamatosan fejlődik, és ezzel a fejlődéssel a Vájinak is ütemet kellett tartania. Ezért indult el ez a hatalmas fejlesztés, ahol most is vagyunk, ez a 3D labor, amelyet az intézményünk minden egyes osztálya számára biztosítunk. Ugye a szakképzésben ágazati projektoktatás folyik, és az ágazati projektoktatásban speciális 3D-s projekteket dolgoztunk ki a tanulóink számára, ami azt jelenti, hogy minden egyes ágazatban, csoportbontásban különböző 3D projekteket valósítunk meg ebben a speciális teremben, ami azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem országosan is egyedülálló lehetőség, melyet a szakképzési centrum vezetésének köszönhetünk. Körülbelül 35 millió forint értékű eszköz került elhelyezésre ebbe a terembe, amelyet természetesen tananyagi tartalommal is fel kell tölteni, ahhoz, hogy megfelelőképpen szolgálják az informatikus és más ágazatokban tanuló tanulóknak a tanulmányi előmenetelét. Még
még általános iskolában, mikor az informatika órákra jártam, akkor eléggé megtetszett ugye ez az informatikai része a világnak, és mindenki azt mondta, hogy ez a jövő. Szóval úgy gondoltam, hogy miért ne próbáljam meg, így nekiálltam kérdezősködni, hogy melyik iskolában lenne a legjobb tovább menni. Nekem azt mondták, hogy Tamásiba, Váiba, nagyon jó az infooktatás, nagyon jó felszerelt iskola, nagyon jó fejek a tanárok, és ez teljesen így is van. Ide jöttem, és ugye ez már az ötödik évem, eddig 4 évet végigjártam, és mind a 4 évben nagyon jól éreztem magam, és nagyon jó volt az informatikai oktatás. Ugye most az 5. évben a technikusi vizsgára fogok menni. Eddig nagyon jó megy a felkészülés, nagyon jó az új tanárunk is, és nagyon várom, hogy mi lesz a vége. A technikus vizsga után Pécsre szeretnék tovább menni az egyetemre, ugye a műszaki karra, a mérnök informatikára. Szeretnék levelező szakra menni, és munkát keresnék mellette, és így tanulnám meg az informatikát. Ha lehet, akkor informatikai szakon dolgoznék mellette, és gyakorlatot is szereznék. Iskolánkban körülbelül 2 évtized történő kereskedelem oktatás, különböző szinteken kereskedelmi értékesítő képzés történik jelenleg, de a technikum a kereskedelem területén már megjelent a 2 éves képzésbe is a mi listánkon. Várjuk a diákokat, szerencsére minden évben sok diák jelentkezik, ezáltal a környéken lévő kereskedelmi egységeknek biztosítjuk a munkaerőt a továbbiakban. Jelenleg is több diákunk, több mint 30 diákunk van a környező duális képzőknél jelen, akik a mai napon is már kint vannak gyakorlaton, illetve a duális képzőknél már nagyon aktív szerepet vállalnak a munkavilágába. Az iskolában a képzés 9. évfolyamon projektoktatásban történik, annak nagyon fontos része, hogy a diákok megismerjék a gazdasági ismeretet, és azon belül a munkavállaló ismereteket, önmagukat a szakmába el tudják helyezni, hogy már úgy kerüljenek ki a duális képzőhöz, hogy felkészültek arra, hogy megtalálják a munkavilágában a helyét. Én már jártam ebben az iskolában, ez a 2. szakmám. Nagyon megszerettem ezt a szakmát, ugyanis a nyáron én dolgoztam ebben árufeltöltőként, és szeretek az emberekkel foglalkozni, az emberek körül lenni, és emiatt így visszajöttem, érettségiztem is ebben az iskolában egy másik képzésben. Én ebben képzelem el a jövőmet, én szeretnék ebbe dolgozni, szeretnék feljebb lépni. A jövőben esetleg még üzletvezető is szeretnék lenni, és tovább tanulni ebben a szakmában. Gépészet ágazatban hegesztő, épület és szerkezetlakatos szakmába képezzük a jövő szakembereit. Nappali képzés keretében hegesztő szakmában vannak tanulóink, felnőtt képzés keretében pedig képezzük az épület és szerkezetlakatos diákokat az iskolai tanműhelybe, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően jó felszerelt. A legelső szakmám a mezőgazdasági gépész, amit Tabona Rudnai Gyulában végeztem el. Azért választottam ezt a szakmát, mert én úgy gondolom, hogy a mezőgazdaságban, illetve minden egyes fémipari dologban rengeteget kell javítani, amit esetleg felrakó egesztéssel meg lehet csinálni, illetve nem árt, hogyha az ember némi tapasztalatot gyűjt ezen a téren, mert hogyha otthon esetleg kell csinálni kaput, vagy kerítést, vagy akármilyen másik esetleg építményt, vagy autót kell javítani, stb., akkor meg tudja otthon nyugodtan csinálni. Jelenleg most hegesztő vagyok, végzős, lakatos képzésre is beiratkoztam, és úgy gondolom, hogy a lakatos és a hegesztő között is nagyon nagy átfedések vannak, mert ugye a kettő rokon szakma is egymástól úgymond lehet tanulni a két szakmában. Kéty és testvértelepülése, a felvidéki érsekéty ismét találkozott, ezúttal a hagyományos októberi születi felvonuláson.
Az egész napos program egy projekteseménynek is otthont adott, amelynek középpontjában a méz és a mézzel készült ételek álltak. A méz a gasztronómiában, avagy testvértelepülési kapcsolatépítés a mézből készült ételek által címmel valósult meg hétvégén a Szüreti Felvonulás kísérő rendezvénye Kétyen. A magyar kormány és a Bethlen Gábor alap támogatásával létrehozott esemény keretében a vendégsereg Kéty és testvértelepülése a felvidéki érsek Kéty mézeiből, valamint méz felhasználásával készített házi süteményekből is kóstolhatott. Ez a mai rendezvényünk, ez a érsek Kéty és a magyarországi Kéty települések barátságának az elmélyítése a méz segítségével című, így nagyjából összefoglalva, projektunknak a része, ami arról szólt, hogy a vendégeinket, az érsekétjeket is egy mézzel készült ebéddel fogadtuk. Minden süteményünk, amit itt fölvonultatunk, illetve mi megkínáljuk a gyerekeket, akik föllépnek, és az összes föllépőt is, és még a vendégeket is, minden süteményünkben a méz szerepel, és a Kis Tibor helyi méhész, és hát érsekétyű sajnos nem tudott eljönni a méhész, de küldött méz mintákat, amit a Tibi kóstoltat az érdeklődőkkel. Kétyet Kis Tibor méhész képviselte, aki nem csak mézet, de méheket is hozott magával. Őket egy méh családtól szakítottam el erre a néhány órára, ami 4-5 óra. Megfelelő kis dobozt készítettem nekik, van szellőzésük. Azt most itt próbálom beállítani, itt fönn a kis dugókkal, hogy mennyi szellőzés legyen, hogy éppen ne fázzanak, viszont levegőjük is legyen megfelelő. Nem sokára viszem vissza őket a családhoz, és várják a telet, várják a nyugodt telelést, minden biztosítva lesz nekik, de itt az emberek kedvéért ezt kihozzuk, és megmutatjuk, hogy bizony a méhek ilyenek, és nagyon nagy örömmel nézik a srácok és a felnőttek, és hogy közelről láthatnak úgy méhet, hogy nem kell tőle félni. A méhész munkája összetett, aktuális feladatai az évszakokkal együtt változnak, mondta Kis Tibor, aki már 2 évtizede hivatása és a méhek szerelmese. Idén 20 éve, pont 20 éve jubiláltam, 20 éve foglalkozom vele. Hát ennek van egy varázsa. Azt szokták mondani, hogy ha a kaptár levegő egyszer arcon csap, akkor azt keresni fogod továbbra is. És hát próbálkozunk, itt Magyarországon jók az adottságok, a környezeti adottságok, jók a feltételek. Most van egy csöknyi, így a fejlett korral való a vegyszerek, a különböző betegségek, amik jönnek, nyugatról, keletről, akár az ázsiai lódarás, akár a varroatka Ázsiából. Igyekszünk. Figyelmünk az folyamatosan ott kell legyen, mert bármikor történhet bármi, akár egy vegyszerezés, egy félrekezelés, egy külső behatás, tehát folyamatosan az a legjobb, hogyha napi szinten figyeljük a méheket, de a maga a méhészet az ciklikus, ugye leginkább márciustól szeptemberig van a legtöbb munkánk, márciussal a méh családokat fölfejleszteni, hogy mire jönnek a virágzások, addigra megfelelő erőben és egészségben legyenek a méh családok. És a továbbiakban pedig, hogyha sikeres és eredményes a hordás, akkor ugye akkor a mézek elvétele, a család általános egészségi állapotát rendszeresen 2 hetente figyelni kell, és kontrollálni, hogy a méhanya megfelelő kondícióban van-e, a családnak az összetételét szabályozni, ez mind rajtunk múlik. Annyira elkényeztettük a méheket az évezredek alatt, hogy bizony összszoros kötődés van köztünk. A méhész bemutatta azokat a legfontosabb eszközöket is, amelyek a napi munkában segítik. Füstölő az alapvető eszközünk, ugye ezzel nyugtatjuk meg a méheket, hogy ne szurkodjanak minket agyon, a füstöl, kicsit megnyugszanak, felszívják magukat mézzel, így nem tudja a potrohát, a fenekét behajtani szúrásnál, mivel megtelíti magát mézzel, és tehát ezzel a füsttel vonjuk el a figyelmüket. A kefével söpörjük le őket a lépről, hogyha a lépet el akarjuk vinni, akár pergetni, vagy vizsgálni, vagy éppen útban van az egyik méhecske, nem akarom megnyomni a kerettel, kicsit megsöpöm vele, elhajtom, és akkor van a kaptárszolgának hívjuk,
azért hagytam így direkt ilyen habitosan, koszosan, illetve hát ezt nap mint nap használjuk, és ezzel a kereteket tudjuk mozgatni, feszíteni, hogyha a propoliszra leragasszák, akkor ez mindig itt van nálunk a kezünkben, vagy a zsebünkben. A kaptárszolga az a méz legjobb barátja. Ezzel nyitjuk fel a lezárt mélysejteket, amiben a kész méz van. Ha kész van a méz, a kis sejtben lezárnak a méhek, jó a víztartalma, jó az összetétele, kész van, lezárja, és mi így nyitjuk föl, hogy ki tudjuk pergetni ezzel az eszközzel, ez fedelező villának hívják. Kis Tibor azt mondja, az édeset a legtöbb gyerek és felnőtt szereti, így a méz is általában népszerű, de ha valaki még nem kedvelte meg, érdemes próbálkoznia, hiszen vitaminokat, ásványi anyagokat is bőven tartalmaz, és antibakteriális hatása is kiemelkedő. A kóstoláshoz is kaptunk jó tanácsot. Mindenképpen az akáccal kezdi mindenki, az egy nem túl karakteres, gyenge ízvilágú, ezért is keresik a legjobban, legtöbben, nem is nehezen kristályosodik, évekre rá kristályosodik ez a belépő méz. Aztán az ínyencek mennek a vegyes méz felé, akik a vitaminokat gyűjtik, azok inkább vegyes mézet, sportolók viszik a repcét, mert gyorsan ad energiát, a repcét viszik még a refluxosok, akiknek sok a savuk, nagyon jól leköti a repce, lugosít. Ínyencek hársot, esetleg gesztenye mézeket, hogyha olyan régióba jár, akik csemege mézet fogyasztanak kicsiben, ők ezt szeretik. A kéti mézes programon a klasszikus akác, hárs és repceméz mellett gyömbéres és bogyós gyümölcsös csemegét is kóstolhattak az ínyencek, de leggyorsabban persze a mézes sütemények fogytak el. A hétvégén hivatalosan is elkezdődik a fűtési szezon. Sokan azonban megfeledkeznek a berendezések üzembe helyezése előtti kötelező lépésekről, pedig az ellenőrzések akár életmentőek is lehetnek. A katasztrófavédelem külön felhívásokban értesít ezeknek a fontosságáról. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság idén októberi közlése szerint az első háromnegyed évben a tűzoltók országszerte 777 riasztást kaptak a szénmonoxid jelenlétének gyanúja miatt. Ebből 138 embernél állapítottak meg szénmonoxid mérgezést, és 5 személy vesztette életét a mérgező gáznak köszönhetően. Az elmúlt években a lakástüzek 61, a szénmonoxid mérgezések 60%-a a téli időszakban keletkezett. Köves Péter, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi főigazgatóság szóvivője szerint néhány egyszerű, de hasznos óvintézkedéssel ezek a sokszor végzetes kimenetelű balesetek megelőzhetőek lennének. Kulcskérdés, hogy egyszer friss oxigént is engedjük be annak érdekében, hogy tökéletesen végig menjen a termék, és minél kevesebb tökéletlen égéstermék képződjön, generálódjon, valamint a húzat, ami pedig majd magát az égésterméket a kéményeken keresztül el fogja távolítani az otthonunkból. A szellőztetésen kívül még kiemelt szerepet töltenek be a riasztó berendezések. Ahogy Tolna megyében egyelőre idén alakultunk nagyságrendileg, ugye 9 hónap az, hogyha a szeptemberi időszak végét nézzük, több mint 107 tűzesethez vonultak már tűzoltóink, amelyek kifejezetten ugye a lakásokat érintették, tehát ezek az otthon jellegű létesítményeket. Egyébként a tavalyi évhez viszonyítva nagyságrendileg megegyezik ez a két szám. Az idei számokat megint csak megvizsgálva, több mint 1400 négyzetméternyi terület az otthon jellegű létesítmény terület az, ami teljes mértékben a lángok martalékává lett. Itt a füstérzékelőket szoktuk még egyébként így említeni. Nyilván vannak olyan napi tevékenységek, most akár itt az elektromos problémára visszavezethetőek, nyílt láng használatára, most akár a konyhában, vagy akár egy gyertya, vagy a dohányzás megint csak ugye egy-egy olyan számottevő problémához tud vezetni, ami adott esetben a lakások leégéséhez vezethet. Tehát itt például a füstérzékelők azok az eszközök, amelyekkel már idejében kimutatható esetleg egy ilyen lánghatás, és még lehet mérsékelni az anyagi kárt, valamint nem beszélve arról, hogy emberi életeket és egészséget is meg tudunk ezzel őrizni. A szakember külön felhívta a figyelmet a kéményseprőipari munka fontosságára, amelyet a szilárd tüzelőanyaggal működő berendezéseknél évente, a gázüzemű és zárt berendezéseknél 2 évente kötelező elvégeztetni. Ezt egyébként a kéményseprőkkel tudjuk megtenni a 18-18-as telefonszámon és a 9.1-es menüpont alatt ők ingyenesen hívhatók. Érdemes a kéményseprés, hogyha eddig esetleg ezt elfelejtettük, van egy olyan félreeső adott esetben nyaralunk, vagy hétvégi házunk, ahol ezt még nem végeztettük el, akkor velük feltétlen személyesen
érdemes egyeztetni. Nagyságrendileg 2-3 hét átfutási idő az, amíg ők ezt a munkát most el fogják tudni majd így vállalni. A magánszemélyek számára a szolgáltatás díjmentesen vehető igénybe. Kitért a szóvivő arra is, hogy mi a teendő, ha az ellenőrzést végző szakember problémát észlel. Ha talán a bármi más természet, egyébként a kémény bekötését illetően rendellenességet, nyilván akkor ezt egy megfelelőségi tanúsítványnyal tudja alátámasztani egyébként a lakos, hogy ez a követelményeknek megfelelt, hogyha pedig itt a feltételek nem állnak rendelkezésre, akkor innentől kezdve egyébként a szakember az, aki fel fogja tudni világosítani egyébként a lakost, hogy mik a következő teendők annak érdekében, hogy abszolút biztonságosan működhethesse a tüzelő fűtőberendezését, valamint az égéstermék elvezetőjét. Köves Péter megemlítette a legutóbbi fűtési rendszer meghibásodásához köthető Tolna vármegyei esetet. Ennek során a jelzőberendezés életet mentett. Ami pedig Nagykónyiban tegnap történt, itt most számoltunk be egyébként a katasztrófaédrem honlapján, tehát itt a szerdai este folyamán egyébként egy szénmonoxid érzékelő jelzett be, ez megint egy olyan érzékelő készülik, ami a biztonságunkat szolgálja. Itt egy konyhába telepített Siesta jellegű kályha, ez egy mobil ilyen kis gázkályha voltak éppen, ami biztosította a lakás melegét, ez Nagykónyiban egyébként az Otthon utcában egy családi házban történt meg, nyitva voltak az ajtók, ilyen formában áramolhatott egyébként tovább így a meleg a lakás többi pontjára, és ide is telepítettek egyébként a szénmonoxid érzékelőt, amely pedig be is jelzett. A Tamási önkormányzati, valamint a Dombóvári hivatásos tűzoltóegységek vonultak ehhez a káresethez, ahol egyébként kint a helyszínen rekonstruálták ezt a szituációt, és itt 23 ppm egységet, tehát ez még egyébként az életre veszélyes határérték alatti mértéket mutatott az ő műszerük. Sajnos nem mindenki úszta meg ilyen szerencsésen. Idén történt már tragikus végkimenetelű szerencsétlenség is. Májusban még Paksna Paksi hivatás tűzoltókat riasztották a Bercsényi utcában. Ott például egy idős magatehetetlen ember az, akit a szomszédok és rendőrök találtak meg, majd miután riasztották egyébként a Paksi hivatás tűzoltóegységeket. Ott az adott lakásban egyébként egy üzemelő Siesta KH-nak köszönhetően nagyon magas, tehát az élete veszélyes határérték feletti koncentrációt, gázkoncentrációt mutatott közeszköz. Habár a jelzőberendezések megléte csak a szálláshelyeken kötelező, erősen ajánlott minden épületbe ilyen eszközöket telepíteni az életünk megóvása érdekében. A TAR Kft. Lett a Szekszárdi KSC névadó főtámogatója. Ezt sajtótájékoztatón jelentette be a két fél. Az együttműködéstől a partnerek kölcsönös előnyökre számítanak. A telekommunikációs vállalat egyébként 20 éve támogatja az együttest. Most 3 évre írták alá a szerződést. Történelmi pillanat érkezett el a klub életében, amely bő 2 évtized után új néven szerepel majd a Magyar Bajnokságban és a Nemzetközi Kupákban a Szekszárdi Egyesület. Szabó Noémi szakmai és sportigazgató jelentette be, hogy a 2023-2024-es szezontól a TAR KSC Szekszár nevet viselik majd. Új utat és utakat kellett ahhoz keresnünk, hogy az elmúlt 7 évben elért csodás sikereink, mint például a 2018-ban megnyert Magyar Kupa, vagy az Európa Kupa bronzérem 2021-ben, hogy ezeket a sikereket tudjuk tovább folytatni. Ehhez azt éreztük, hogy szükségünk lenne egy új névadó főszponzorra. Ugye Jánosék már 2002 óta, tehát 21 éve támogatják a klubot, folyamatosan erősödött ez a kapcsolat, igazából már az üzleti kapcsolat mellett egy komolyabb barátság is kialakult, és egyre többször beszélgettünk, találkoztunk, és felvetődött ez az igény. Nyilván ez egy nagyon merész dolog a világban bárkinek a részéről, hogy a nevére vegyen egy bármilyen sportcsapatot, főleg, hogyha nem egy állami cégről van szó, úgyhogy innentől nagy a nyomás és nagy a felelősség, még nagyobb, mint eddig azt gondolom rajtunk, de egyébként az elmúlt néhány hétben itt a bajnokság előtt vált az végleg, hogy kötünk és egy hosszabb távú kontraktust, hogy legyen egy kicsit lehetőségünk a jövőt is tervezni, illetve azt gondoljuk, hogy a két dolog, tehát a TAR és a KSC kölcsönösen egymást fogja erősíteni, hogyha mindenki teszi ugyanezen a maximális színvonalon, maximális erőbedobással a dolgát, akkor ez a két név ez folyamatosan tud majd fejlődni, és egymást tudjuk erősíteni a kommunikációnkkal, a tevékenységeinkkel. 3 éves a kontraktus, ami azért is nagyon jó, mert az elmúlt időszakokban nem nagyon volt ilyen, mindig csak egy évre láttunk előre, és azért most egy picit tovább lehet
gondolkodni, tovább lehet tervezni. Természetesen folyamatosan kisebb-nagyobb Tolnamegyei és Tolnamegyén kívüli cégek felkutatásával is foglalkozunk és dolgozunk, mert azért végleges cél, hogy akár visszakerüljünk az Euroligába is, az pedig már sokkal nagyobb pénzösszegeket követel, mint akár egy Európa Kupa vagy egy magyar bajnokság. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a három év ez egy nagyon jó dolog, hogy addig majd ugye látjuk, hogy ki mit teljesít a vállalásaiból, és hogy hogyan lehet ebből majd tovább lépni, de ez egy brutális megtiszteltetés, azt gondolom, hogy egy ilyen cég a nevére veszi a női kosárlabdaklubot Szekszárdon, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Nem csak a felnőtt csapatnál, hanem valamennyi korosztályos együttes esetében megjelenik a városi telekommunikációs vállalkozás neve. Tar János kihangsúlyozta, örömmel állt be egy olyan klub mögé, amely példaértékű munkát végzett az elmúlt évtizedekben, és amelynek országos szinten is kiemelkedő az utánpótlás nevelése. Tóla vármegye egyik legsikeresebb sportága talán a női kosárlabda, és mivel már több mint 20 éve mellette vagyunk, és szeretnénk is továbbra mellette maradni, és innen jött a felkérés, már jóval korábbi egyébként, de most született meg az a döntés bennünk, és most talán mi is most jutottunk el oda a céges fejlődési szintünkön, hogy belevágjunk ebbe, és mi is egy kicsit kíváncsian és egy kicsit izgatottan állunk neki a közös munkának, mert ahogy a beszédemben is mondtam, ez egy közös munka lesz, és eddig is volt egy közös munka, de most még inkább a két csapat egymásra lesz szorulva, a KST csapat és a Taros csapat is. Úgy fogalmazott, hogy mindkét félnek eredményes lehet ez a névadói megállapodás, amely egyúttal a klub és a vállalkozás megújulását is jelképezheti. Október 11-én kezdjük majd az Európa Kupa mérkőzéseit. Mérkőzésről mérkőzésre látni fogják a kedves szurkolók, hogy mire is lehet képes ez a csapat. Sajnos most az elején Nikola Dudasova sérült, de szerencsére Mányoki Réka és Teodorán Alexandra már vállalhatják a játékot. Reméljük, hogy Jacint a Morrónak sem rendetlenkedik a bokája, és Miklós Melindának sem a csuklója. Úgyhogy bízunk benne, hogy a kisebb-nagyobb sérülésektől eltekintve teljes kerettel tudunk majd kiállni, és azt gondolom, hogy mindenképpen a csapatot az első öt hely valamelyikére várjuk az alapszakaszban. Lényeges, hogy ez az 1-4, vagy már az ötödik hely lesz ugye az alapszakaszban, hiszen jó volna majd a végén pályaválasztóként kezdeni a play-offban, a rájátszásban a küzdelmeket. Ez még nagyon messze van, és nem könnyű az Európa Kupa csoportkörünk sem, de úgy érzem, hogy van reális esélyünk az Európa Kupában is a csoportmérkőzésekből tovább jutni. Mi sem bizonyította ezt jobban, mint hogy egy káprázatos utolsó negyeddel fordított a csehek ellen a Szekszárd, és ezzel 2,5 év után győzelemmel tért vissza az Európa Kupába. Viszontlátásra!